Szeretettel köszöntöm Önöket én is. Amikor a Lajos megkért, hogy lenne egy ilyen beszélgetés, akkor általában én mindig örömmel szoktam vállalni, amire a Lajos fel szokott kérni, de most külön örömmel. Ugyanis az egyetlen olyan téma, amiről nem merünk beszélni, az maga a halál és a gyász. Nyilvánvaló, hogy amikor a megszületünk a Földre, ugye az a legbiztosabb, hogy egyszer meg is fogunk halni. Hogy kinek mennyi ideje van, az az örökké valóra van bízva, és tőle kapjuk az életünket. De mégis örömmel vállaltam, mert ez egy olyan ritka alkalom, amiket én mindig szeretek megragadni, hogy beszéljünk róla. Ugyanis tudja Lajos, és kicsit vagyok én is feszegetve a határaimat, ugye amikor kimondom azt a szót, hogy zsidó, akkor mindenki nagyon sokan, ahogy a Lajos is mondta, hogy nagyon sokan meg szoktak hökkelni, hogy miért merem ennyire nyíltan vállalni a zsidóságot és magát a szavakat. Az újszövetség nyelve a héber, az újszövetségé a görög. Noha sok olyan imádság hangzik el a zsidó temetéseken, ami arám nyelven hangzik el, tehát a legősibb imádságok ezen a nyelven kerültek rögzítésre is, és ezt az analfabéták is tudták. Igen. Tehát nem csak egyszer az írni-olvasni tudó emberrel tanították meg, mindenkinek ezeket az imádságokat tudniok kell. Onnan folytatnám, amikor kettős oszlopot képeznek a temetés után a férfiak egymással szemben állva, és a gyászolók közöttük mennek el, és nem szótlanul, és nem részvétet nyilvánítanak, hanem vagy imádságszöveget mondanak, nem találgatnak üres mondatokat, mint Magyarországon, itt az emberek ilyen-olyan mondatot mondanak, vigasztalás szándékával, nem, inkább imádság, vagy bibliai ige, zsoltár hangzik el azok felé, akik vigasztalásra szorulnak. És az örökkévaló, ahogy teszed mondani, az örökkévaló szavával vigasztalják az élők, a gyászolókat. Ez a célja az, hogy az Izrael népe, amikor temetésen részt vesz, ez a jelenlévő feladata. A vigasztalás, de az örökkévaló üzenetével, nem pedig emberi találmánnyal. Egyetlen egy héber mondatot szeretnék idézni, amit én magyarul minden alkalommal elmondtam, csak nem gondoljuk végig, most én az evangéliusokról gondolkodom. Az úgynevezett tibériászi punktációs rendszerrel tanultuk a héber nyelvet, mert nincs magánhangzó a héber írásban. Ez mind mással hangzó, amit látható a sírköveken, temetőben vagyunk. A temető az ős atyák hagyományáról beszél. Arról, ami 3500 éven keresztül, így mondanám, kis tudat nem változott. A szokás, ami elhangzott, amit tulajdonképpen ebből magam is készülve, de nem ismételve, a temető, az ősatyák hagyománya, egy, kettő, a jelenkor tiszteletének a jele, nagyon fontos. Történelem tanár vagyok, és úgy kezdtem a zsidókkal foglalkozni, hogy 2002-ben, majd 2007-ben az Izrael Jeruzsálem Yad Vashem intézetnek van egy nemzetközi tanárképző kurzusa, és azon részt vettem a holokauszt kapcsán. De ugye ez a Yad Vashem intézet, Izrael állam azért állította föl, hogy a holokauszt alatt meggyilkolt mintegy 6 millió európai zsidónak méltó emléket állítsanak, és az a törvényben megfogalmazott feladatuk, hogy ezt ne csak Izraelbe tegyék, hanem tulajdonképpen egész Európában. És tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy itt kaptam elhivatottságot a téma iránt. Talán ennyi kitérőt szabad tennem, hogy az volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy erkölcsi kötelességem ezzel foglalkozni, amikor ott a kéthetes képzés volt az első, és ugye az első hét vége felé levittek bennünket az elpusztított hitközségek völgyébe. Ez egy márvány oszlopokból megépített szabadtéri műemlék, és ott ugye földrajzilag is egymás mellé helyezve megpillantottam ezt a feliratot, hogy Soltvadkert, héberül is és magyarul is. Kiskörös Jánoshalma, az édesanyám szülőhelye társaságában. És tulajdonképpen mondhatom azt, hogy én ott akkor elszégyeltem magam, hogy
ott olyan távol, ugye a mi kis városunktól, sokkal többet tudnak arról, hogy mi történt itt az egykori honfitársainkkal, mint amit mi tudunk. És amikor hazajöttem, akkor kezdtem el én foglalkozni ezzel, de sajnálatos módon az utóbbi 10 évben már nem nagyon egyéb okok miatt, leginkább időhiány miatt, de még készülök rá, hogy majd kutatóvá váljak és a Lajos titulusát megszolgáljam. Ugyanis hát levéltári kutatásokat kellene itt folytatni ahhoz, hogy pontosítani lehessen dolgokat. Ebben a munkában nekem nagyon nagy segítségemre volt ez a könyv, amit itt most itt nagyon sok érdekesség van benne, én csak itt csemegézni fogok, mert tényleg sok mindent lehetne mondani. Ugye, amit a Péntek család nyitott meg, ahogy itt már ezt hallottuk, és például én itt nyitottam ki, ugye Grécer doktor neve mindenki számára ismert, mert ő az, akiről utcát neveztek el, és az ő családjuk megtalált engem az interneten. És amikor itt jártak és megkértek engem, hogy én kalauzoljam és meséljek őket, és meséljek nekik dolgokat, én meg azt hittem, hogy majd ők mondanak nekem, akkor itt jártunk, és ugye ide bejegyezték. Tehát ha érdekli valakit, akkor ez a Tétényi család, illetve Egyed András. A család egy része a Bécsbe él, a másik része Budapesten, és elhozták az unokákat megismerkedni a családdal. Lajos tőlem azt kérte, hogy a sírokról beszéljünk. Ugye a temető mindig az emlékezés helye, és ugye ilyenkor az élőre, vagy az elhunytakra életünkbe emlékezünk. És igazából a Jadvasemnek is ez az oktatási filozófiája, hogy ne azt mutassuk meg a gyerekeknek, vagy ne számokkal dobálózzunk, hogy 6 millió, meg 1,5 millió gyerek, vagy 300-400 közötti vadkerti származású esett áldozatul, hanem azt próbáljuk megmutatni, hogy mit veszítettünk mi azzal, hogy ma például nincs egy zsidó hitközség már Solt vadkerten, hogy mennyivel színesebb lenne a kultúra, az élet, ha lennének. Ugye ez a körülbelül hát nagyon vitatott, hogy mennyi zsidó lehetett itt 40-es évek előtt. Mert ugye nem a 44-et kell nézni, mert például Vadkertről is már 41-ben elkezdtek azért elmenekülni, emigrálni, Budapestre költöztek, ahol védettebb volt, nagyobb zsidó közösség volt, jobban ki tudtak állni magukért, de úgy 40 előtt. És hát ez a szám olyan 500 és 1000 közötti adatokat lehet olvasni, azért az 1000 biztos, hogy nem volt, tehát én az 500 körülit tartom reálisnak. És ugye, hogy kik is voltak ők, és nekünk ott azt tanították, és én ezt egy nagyon jó tanításnak tartom, hogy akkor tudunk emlékezni, hogyha ezeknek az embereknek arcot adunk, neveket. Talán hallottak arról már, hogy ez a Jadvasem intézet, ugye arról híres, hogy összegyűjtik az áldozatok neveit, és lehetőleg fényképeit is, és emléklapokat töltenek ki róluk, hogy ezzel tartsák fönt az emléküket, illetve ilyen kiállítás is van, nevek csarnoka. Én ide készítettem már elég sok mindent, és akkor én ezt körbeadnám, majd a végén természetesen visszakérem. Itt ezek nem vadkerti emléklapok, de azért készítettem ide, nagyon érdekes, hogy ugye amikor gyűjtötték ezeket az adatokat... Mi lenne, hogy amit elmondasz, utána én adom, jó. És te mindig csak valamelyik fogyasz. Gondoltam, hogy egybeadom oda. Hogy ugye nem mindenkiről maradt fénykép, vagy a legtöbb áldozatról mondhatjuk, hogy nem maradt fénykép, és akkor a család lerajzolta például, mert hogy mégis az a szándék megvolt, hogy akkor tudunk emlékezni, ha arcot adunk nekik, vagy festmény készült róla. És akkor itt ezen a lapon pedig egy komplett Sortvadkerti család, a magyar család. Egyébként én nem tudok róluk, ha valaki itt a jelenlévők közül tud mondani, akkor nagyon szívesen meghallgatom őket. Nagypapa, felesük, fél kisgyerek. Szentháromság utcán, a földesház. Olyan szinten eltűntek, hogy ha ez az emléklap nem lenne, akkor nem is tudnánk, hogy egykor itt éltek. Jó? És akkor... ugye hogyan adhatunk arcot még egy embernek? Én oda is volt szándékom letelepedni, mert Lajos nekem azt mondta, hogy majd itt elszomorodva fogunk itt beszélni, de nagyon örülök neki, mert így meg tudtam hallgatni a nagyon érdekes előadást. Ez a sír ott a legszélén, az első sorban középül, Fogler Izidor sírja. Nekik a mai hősök terén a gyógyszertár helyén volt egy órás ékszerészboltjuk,
még régi fényképeken, meg itt a könyvemben is van erről fotó, ők ott éltek, és ennek a családnak én még két leszármazottjával tudtam találkozni. A bácsival, azzal kint, amikor kint jártam a második kurzuson, addigra már ugye ezeket a szálakat én azért fölkutattam, és ez a bácsi az édesapa szakmáját tovább vive ékszerész volt, és nyugdíjas éveiben keftelésből készített ő, főleg ezüstből, ilyen kis tárgyakat. Elhoztam ide, azért tűztem bele, hogy ne essen ki, tehát ne, semmi másokból nem. Illetve én ide beletettem érdekességként a tanári, mi voltam, hogy nem tudok kivetkőzni. A gyerekeket mindig nagyon érdekli, ugye a néhány izraeli pénz, és itt van rajta a menóra, ugye sékel, új sékel, ezt is itt benne hagyom, ha valaki szeretné, nyugodtan megnézheti. Illetve alul pedig két kis arany lánc, ez pedig egy másik családtól, az én kislányom kapta, aki akkor volt gimnazista, amikor én ezzel foglalkoztam, és ő is ilyen diákpályázatokhoz indult, és a segítségemmel ő is sokat segített. Akkor 2003-ban mi az összes, akkor még álló sírkövet lefényképeztük, és 132 sírkő volt, most nincs már annyi. És a Mátyus Lajos bácsit is meg kell még említeni, mert nem lennék igazságosak, ha az ő neve nem hangozna el. Ő ugye helytörténettel szintén foglalkozott, és a Vadkerti Újságban jelent meg egy sorozata izraelitákról címmel, és ő ott még 218 sírkövet említ. Ez is azt mutatja, hogy mennyire nagy felelősségünk van nekünk, hogy mi marad fönt, vagy mi marad meg, vagy mit tudunk megóvni, hogy néhány pár évtizeden belül ugye ilyen rohamos nagy szinte 100 sírkővel, sírhelyel már Lajos elveszett. Csökkent a sírkövek száma. Tehát ez a bácsi, a Fogler Izidor bácsi, akinek a családjától én a legtöbb anyagot kaptam, neki a hamvai vannak itt elhelyezve. Nem fogok minden családról részletesen beszélni, mert ugye nincs annyi idő. A lényeg az, hogy a bácsit a legidősebb fiával deportálták, és Terézienstadtban megírték a felszabadulást. De tífusz járvány tört ki a táborba, és a bácsi meghalt. A fia nem, nagyon legyöngül, de nem. És a ismerőse dolgozott a krematóriumban, és megfűzte, bár tilos volt, hogy a hamvakat egy kis faládába elhelyezze, és amikor hazatért, ő hazahozta magával ezeket a hamvakat, és így módon itt a bácsinak a hamvai vannak eltemetve. Nyilván azért tettek kivételt, mert ez egy rendkívüli helyzet volt. Érdekességként még talán annyit érdemes erről elmondani, hogy a családja szerette volna kivinni a hamvakat Izraelbe, mert az egész család aliázott, tehát már mindenki elment Magyarországon, de a magyar állam erre nem adott engedélyt. Tehát mai napig a hamvak itt vannak, mert ez nem volt lehetséges. Jó, őrőlük nagyon sokat tudnék mesélni, a bácsi, akinek a kis dobozkába, a kis nyugdíjas korába, időtöltésből készített kis tárgyai mennek körbe. Fia, a Fogler Sámuel megírta, hogy mi történt vele tulajdonképpen ebben a vészkorszakban, kézírással, és akkor a mi közös munkánként azért ezt én egy kicsit a mai magyar nyelvre átültetve begépeltem, tehát ez egy elérhető dokumentum, de nyilván ez egy visszaemlékezés. A visszaemlékezés történelmi dokumentumként mindig kritikával kell kezelni. Tehát ezért mondtam, hogy ez még nem kutatás, amit én csinálok, legfeljebb gyűjtögetés, majd akkor lesz kutatás, hogyha tényleg levéltárban több helyről megerősítve esetleg lesz idő ezt az anyagot összerendezni. A következő sírkövek ott a legszélén lesznek érdekesek, amik héber feliratúak, és nekem ez nagy hiányosságom, hogy én abszolút semmi ilyen tanulmányt nem végeztem. Ugye Soltvadkerten ortodox hitközség volt, majd Babika kiadik, ha én nem jól mondom, de a zsidó vallás nekünk ugye az ilyen egységes, hogy zsidó vallás, úgy, ahogy a zsidóknak mi keresztények vagyunk. Tehát amikor kint volt a magyar csoport és beszélgettünk, ők nem tesznek különbséget
beszélgetés szintjén mondjuk a katolikusok, evangélikusok között. Mi is azt mondjuk ugye, hogy zsidók, de a zsidó vallás is szétvált ágakra, ha nem, akkor nyugodtan bármikor babikán szóljál közbe. A soltvadkertiek ortodoxok maradtak, tehát ez azt jelenti, ha én jól képeztem magam ez irányba, hogy ők nagyon ragaszkodtak továbbra is az ősi előírásokhoz. És tulajdonképpen... Volt zsidó ortodox hitközség, alátámasztjuk, hiszen volt mitve, tehát rituális fürdő, és volt kúser vágoda. Ezt tudjuk, tehát ettől kezdve. Így van, ez ha valaki nem tudja, akkor a régi rendelőintézet mögötti épület udvarában volt, a Dózsa-György utcával nagyjából majdnem szemben. Na most, ha a temetőre visszatérünk, akkor ez az egyház történet itt is nyomon követhető, és a legősibb vadkerti családok, akik megmaradtak ortodoxként, ugye héber feliratokkal látták el a sírokat. Azok, akik asszimilálódtak, akik már beolvadtak az itteni lakosságba, ugye azoknak inkább megjelenik a magyar felirat. A lényeg az, hogy ott a legszélén a Dajc családnak a sírja helyei vannak, ezek a újra festett sírok. Ha erjébb jövünk, akkor Földes család sírhelye. Most rájuk egy kicsit nagyobb figyelem kerül. A Szentháromság utcán, ugye a Földesház előtt elhelyeztek egy botlatókövet, hogyha esetleg valakinek ez, annak itt, ez nem olyan régi, és 17, tehát ez tavaly februári vadkerti újság, de körbeadom, és ugye itt a Földes Gyula orvosnak állítanak emléket, és hát most nincs erre idő, hogy ez a botlatókő, ez tulajdonképpen miért botlatókő, egész Európában egy elterjedt megemlékezési mód, tehát bármerre járunk, nagyon sok ilyet lehet látni Párizsban, Bécsben. Az a lényege, hogy ott helyezik el, annak a háznak, azelőtt a ház előtt is általában járták a sülyeztve, ahol lakott az, akit elhurcoltak, és a holokauszt áldozata lett. Jó, én itt adom ezt is el, és nyugodtan tovább lehet adni. Tehát ez ugye itt a középpályon van, ez a sír. Ha tovább megyünk, akkor ugye a Grécer család sírja, amiről már esett szó. A Grécer családhoz még annyira visszatérnék, hogy én elhoztam itt a diákkorom szakköri naplója. Utasi Anci néni nevét se lehet megkerülni, ugye, ha ez a téma előjön. Ő a helyi iskolának a nagyon-nagyon jó hírű és élményszerűen történelmet tanító történelemtanára volt, és ő vezette ezt a szakkört, helytörténeti szakkört, akik akkor még élt a Grécer doktor özvegye, és őt fölkutatták, meglátogatták, és tőle kapta ez a szakkör ajándékba, és ezt nem adnám körbe, csak itt majd az asztalnál meg lehet nézni, mert hát ugye ez egy nagyon nagy kincs, és eléggé sérülékeny állapotban van már. Ezt Grécer doktor írta ugye már a deportálás után egy ilyen levelező lap tulajdonképpen, amiben a családját tájékoztatja, hogy léte felől. Őt a szegények orvosának nevezték, erről is több történet van, és ezek a túlélők, akikkel én beszéltem Izraelbe is, meséltek róla a történetet, hogy tényleg amikor kiment egy beteg családhoz, akkor nem úgy pénzt kért volna azért, hogy mondjuk a gyereket megvizsgálta, hanem ha látta azt, hogy nincs a családnak pénze arra, hogy a receptet kiváltsák, akkor amikor ment el, akkor szolidan oda tett annyi pénzt, hogy ki tudják váltani a gyógyszert. Ha tovább megyünk, akkor legbelül a fáknál majd a Székely család sírja, és akkor itt mutatnám hozzá ugye a Székely malom. Talán ez az idősebbek még emlékeznek is rá, hogy vagy én még a szüleimtől hallottam ezt így nevezve. Ma már a gyerekek nem tudják, ha ezt én így mondom nekik, hogy Székely malom. Ugye ezzel egy picit már kitérhetnénk arra, hogy itt vadkerten a zsidóknak milyen nagy szerepük volt a gazdasági élet föllendítésében. A mindkét malom, a kis malom is zsidó alapítású volt, és az úgymond nagy malom is. Illetve ugye a harmadik dolog meg a borászat, ami szintén nagyon jelentős. És ettől a Székely családtól kaptam fotókat, amik talán nem biztos, hogy annyira ismertek.
És itt van a Schwarzmoor és felesége. Két felesége volt, majd ha érdekli önöket, akkor körbeadom ezt is. Az első felesége 24 évesen meghalt, és újraházasodott a bácsi, és a második feleségétől születtek gyerekek. És ugye szoktam mondani a gyerekeknek, mert az a gyerekek, ha a történelmről nem is sokat, de a sztereotípiákról tudnak, ugye, hogy zsidó, és akkor, hogy nem szép, meg rövőről, bocsánatot kérek, hogy hát ha itt ezt a hölgyet megmutatom a gyerekeknek, és meg szoktam kérdezni, hogy mit gondoltok, hogy ennyi sok évtized után is erről a hölgyről, hát még soha nem mondták azt, hogy nem szép, mert egy igazi, elegáns, szép hölgy. Tehát ugye az ő sírjuk lesz ott a nagy fa alatt, és neki két fia él még, vagy nem fia, bocsánat, leszármazottja Magyarországon, az egyik Budapesten Székely Gábor, a másik pedig Székely Tamás Győrben. És a Székely Gáborral tudtam én beszélni, és tőle kaptam a családra vonatkozó anyagokat, például ilyen kisajátítási határozatokat is. Ugye, mert a gyerekek mindig megkérdezik, hogy miért nem jöttek vissza ezek a családok, ha ilyen sokan voltak, és akkor ugye ezek a kisajátítási határozatok mutatják, hogy mindenféle ürüggyel, de a magyar állam nem adta vissza tulajdonképpen a jogos tulajdonukat sem. De én kapottam, mert az volt a kívánsága, én még éjszakát végigítem vele a faházba. Aha, hát ez biztos. Itt nálam van olyan határozat, amikor a Székely Endrét a... De akkor már most a privatizáció igen, során, de nem arról beszélek, hanem amikor 45-ben visszajöttek. Igen, államosítottak mindent. Jó, erről is tudnék mesélni egyébként, hogy a privatizációkor is mit kaptak vissza, vagy mit nem. Nos, akkor a síroknál maradva szigorúan, két nagyon érdekes sír van még. Az egyik Vadkerti Zsigmond sírja, majd ott látni fogjuk. Ő az utolsó, úgymond vadkerti zsidó volt, aki ezt a vészkorszakot túlélve itt élt Vadkerten az 50-es évekig, és a boltja az az Ötvös utca és a Petőfi utca sarkán lévő bolt volt. Zsiga boltnak nevezték, ugye meg tudják, jobban tudják, mint én. És ő itt van eltemetve, őt a kérésére, ha jól emlékszem, remélem nem rosszul mondom, hogy 68-ban temették volna. Ebben a temetőben még egyetlen temetés volt. 86-ban Simon Bárcit temették ide, és én nagyon sokáig kutattam, hogy ki lehetett ez az ember, és nagyon nehéz volt megtalálni, és igazából teljesen még most sem tudom én sem a történetet, viszont annyit sikerült kiderítenem, hogy Kon Simon, ugye ez a Kon és ez a Simon Bárci név, ugye ez ugyanaz, és Benedek Istvánnak van egy novellás gyűjteménye, a Komlósi Tóra, és abban olvasható ez a Messiás című novella, amit itt tartok a kezemben ilyen fénymásoltan, és ez róla szól. Nagyon röviden fogom csak elmondani a történetet, és szerintem egy nagyon kis kedves olvasmányos történet. Röviden arról szól, hogy el akarták adni a házat, ami most a Kárpátiék féle ház helyén volt a rendőrséggel szemben, a Fonyház, és hát nem akart rá vevő lenni. És ez a Simon hazajött, és egy éjszaka ásott a kertbe, és elhintette, hogy kincset keres. És másnap reggel összecsomagolt, és nagy mérgesen távozott, hogy hát hiába ástam, egész éjjel nem lett meg a kincs, és ezek után lám-lám a legenda szerint gyorsan elkelt a ház. Hát, hogy így volt vagy nem, de minden esetre a történet hozzá kapcsolódik valamilyen módon, és érdekes. Hát, azt gondolom... Ez a háború után nem lett 50-es, 60-as évek? Tehát mikor volt körülbelül? Körülbelül, igen. Igen. Úgyhogy ilyen érdekes dolgok is itt felszínre kerülnek, és akkor talán még a Dajs családról néhány dolgot, ugye az ő nevük a legismertebb, borkereskedők voltak, és amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor mindenki azt mondta, hogy ó, hát azok elmentek Svájcba, meg Amerikába, mert azok pénzesek voltak, és megtehették. És sikerült egy bácsival kapcsolatba kerülnem, a Friedman bácsival, aki Jeruzsálemben élt szintén, és egyszer személyesen is találkoztam vele. Ő neki az édesanyja volt Deutsch lány, a szegényebbik ágból, és ő adott nekem adatokat, sőt,
ilyen anyakönyvi lehívásokkal is ezt igazolni lehet, hogy tulajdonképpen ott szinte az egész család kihalt, és igazából ez nem annyira helytálló, ami itt a faluban ugye, hogy. Tehát nagyon elszomorító történetek ezek, de akkor ugye megint csak visszakanyarodunk a holokauszthoz, hogy szinte az egész családból alig-alig maradt valaki életben. Hát talán ennyit a sírokról, és akkor... Vezess minket! Hát én gondoltam, hogy majd te menet közben majd biztos, hogy lesz még, ami esetleg eszünkbe jut. Még fölmerül ugye az, hogy akkor hány ember is volt, aki innen esetleg elhurcoltak. Itt közben még találok ilyen jó kis fényképeket, ezt esetleg odaadom megnézni. Ezek a Foglár családról vannak zömmel, de vannak közte ilyen iskolás csoportképek, és a zömének mondjuk lehet is tudni a nevét. Ő a bácsi, aki leírta ezt az egész vészkorszakot, hogy ő hogyan élte meg, a Foglár bácsinak a fia. És akkor ezt ma töltöttem le, és akit érdekel a dolog, annak ajánlom figyelmébe. Tehát a Jadvasemnek az adatbázisát nagyon könnyű használni, és nem is nyomtattam ki mindet. Tehát van egy lista, hogy az ő nyilvántartásuk szerint akkor kik voltak az egykor itt élők, és hát elég szomorú, mert ugye itt van a végén, mint hogy hát megölték őket ugye a megjegyzés. Lehet névre is keresni, tehát hogyha az idősebbeknek van esetleg olyan szomszéd vagy ismerős, aki környéken lakott, akkor azt is meg lehet tenni. Hát még nagyon sok érdekes dolog van. Könyvek is vannak, egyet hoztam megmutatni. A Somodi Henriettának van egy ilyen kiadvány, ez könyvtárban elérhető, Zsidó Bács-Kiskun megyébe, és egy fejezete, most lehet, hogy nem ott fog kinyílni, Soltvadkertről szól. Bár van az adatokban pontatlanság, de azért elég jó kis, igen, itt nyílik ki azért, mert azért mindig itt volt kinyitva. Tehát egy pár oldalban elég jól összefoglalja a legfontosabb dolgokat. Legtöbben a szülőkhöz, meg a nagyszülőkhöz jönnek hozzá a világ minden tájáról. Családostól, unokástól, sokszor 6-an, 8-an, van amikor 60-an. Egy-egy nap van olyan, amikor két busszal is jönnek. És körbejárják a temetőt, teljesen mindenki körbe keresnek. Épületben a rabbi sírókhoz, a lánya jár az unokákkal, sokan, azok majdnem minden évben jönnek. Ők építették összefogással újjá ezt a kis házat. És most már körülbelül olyan 83-ban kezdtük a könyvet, és most járt le, úgyhogy teljesen be van telve, és most nyitottunk az idén új könyvet, ami már az idén is elég sokan voltak. Köszönjük szépen! Önnek is! És hát sok erőt és jó munkát kívánok továbbiakban!